A Dédász RT 1998. szeptemberében kérdőíves felmérést végeztetett a Magyar Gallup Intézettel, melynek célja volt a fogyasztói elégedettség vizsgálata. Szeretettel köszöntöm vendégünket, Krommer Bélát, a Dédász RT PR osztályvezetőjét. Mi volt ennek a vizsgálatnak az eredménye? Ha jól tudom, nem túl kedvező a kép. Kezdjük csak, jó napot kívánok. Igen, sajnos az igaz, hogy nem túl kedvező volt ez a kép, de még mielőtt a képet vázolnám, azt szeretném elmondani, hogy ezt a vizsgálatot a villamosenergia törvény alapján, a Magyar Energiahivatal kezdeményezésére és előírása alapján végezzük. Nem először végeztük el ezt, hanem már harmadik évben végezzük. Az összes magyarországi áramszolgáltató egy időben ugyanazon kérdőíveket és ugyanolyan logika szerint történő kiválasztás alapján. Matematikai, statisztikai módszerekkel történik ez a felmérés, egy meghatározott pontossággal, és hát minket már nem, már az áramszolgáltatókat, azóta már a gázszolgáltatók is követnek, akik szintén végeznek ilyen felmérést. Auditált cégekkel, auditált közvéleménykutatókkal végeztetjük el ezt a felmérést, és hát miután Pécset vagyunk, kötelessége megemlíteni, hogy ennek a koordináló szervezete az egységes közvéleménykutatásnak, a fogyasztói elégedettség vizsgálatnak a központi koordináló szervezete itt Pécset található, a JPT marketing tanszékének kutatói és kollégái végzik ezt. Hány fogyasztót kérdeztek meg? Hát, miután ez matematikai, statisztikai mintavételezéssel történik, a 660 ezeres összes halmazból két nagy csoportot, háztartási fogyasztókat és üzleti fogyasztókat, több mint 1000 fogyasztót kérdeztük meg, kérdőíves, egyéni, kérdezőbiztos által történő lekérdezéssel. Novák úr, ez a minta körülbelül jó egy pontos kép kialakításához? Úgy érzem, igen. 2-3%-os minta már megfelelő biztonsággal, ha természetesen nyilván a matematika-statisztikai eszköztár igénybevételével történt, tehát a minta megoszlása, eloszlása is olyan, akkor megnyugtató és a valóságot tükröző eredményhez lehet jutni. Meglepte a céget az eredmény? Hát... Kis bizonyos mértékben meglepte, bizonyos mértékben számítottunk erre, mert ennek a vizsgálatnak az egyik célja, hogy a fogyasztói elégedettségnek egy időben történő változását tudjuk érzékelni. További célja, hogy a fogyasztók elvárásának időbeli változását tudjuk követni. Ebben voltak olyan várakozásaink, hogy a fogyasztóink, ügyfeleinknek az áramszolgáltató iránti, tehát velünk szemben fennálló elvárásai nőttek, ugyanakkor az elégedettsége kismértékben viszont csökkent a munkánkkal. Milyen következtetést tudnak ebből levonni? Igyekeznek majd ezután úgy dolgozni, hogy elégedettebb fogyasztók legyenek? Természetesen ezután nem elég csak idézőjelben mondva pontosan, precízen villamosenergiát szolgáltatni. Ezek után megkutatnunk kell, és erre egyéb vizsgálatokat tervezünk ennek a fogyasztói elégedettségének a hátterének a jobb megismerésére. Több információt kell gyűjtenünk, és ennek alapján olyan PR marketing akciókat kell tenni, amelyik vélhetően a fogyasztói elégedettséget jobbítani fogja, és még nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az összes a frontvonalban dolgozó kollégánk, munkatársunkat olyan oktatásban kell, olyan tréningbe kell részesíteni, amelyben alkalmassá tudjuk tenni az ügyfelekkel, a fogyasztóval való kapcsolatnak a jobbítására. Avagy még egy gondolattal, az egész logikánkat, az egész stratégiánkat, kis olyan mértékben kell változtatni, hogy a stratégiában megfogalmazott azon elem, miszerint a fogyasztók megelégedésségére törekszik, ez a gyakorlatban is valósuljon meg. Nyilván az árakat azért nem tudják csökkenteni, bár akkor nagyon sok elégedett fogyasztó lenne, azt hiszem. Természetesen az árakat nem tudjuk, az árak rajtunk kívülálló tényező múlnak nem tudjuk csökkenteni, és meg kell, hogy mondjam, a fogyasztói elégedettség vizsgálatnak van egy dimenziója, amelyben az árakkal való elégedettséget vizsgáljuk. És meg kell, hogy mondjam, hogy ebben a dimenzióban igencsak elégedetlenek az ügyfeleink, de ezen nagyon nehezen is tudunk változtatni, hiszen ki az, aki örül, hogy valamiért fizetnie kell a mai világban. Novák úr fontosnak tartja az ilyenfajta elégedettségvizsgálatokat? Nagyon fontosnak tartom, és nagyon érdekesen, nagy érdeklődéssel hallgattam.
az elmondottakat. Éppen azt akartam megkérdezni, hogy miben jelentkezik ez az elégedetlenség konkrétan, de hát azt hiszem, hogy első helyen vannak igen, az árak, igen, gondolom. Igen, miután. De hadd kérdezzek, ugye nem régen jelent meg a híradás, hogy finoman fogalmazzak az áram jogtalan eltulajdonításával kapcsolatban kezdtek el végezni közeljövőben vizsgálatokat. Hogyha esetleg erről is tudnál valamit mondani, nagyon igen. Megköszönném, mert azt hiszem, hogy ez is érdekli. Miután az árak úgyis borsosak, akkor még ne adj Isten, lopják is tőlem az áramot, hát akkor a kettő valahogy, és nagyon örültem ennek a híradásnak. Gyakori ez, és egyáltalán hogy tudtok ellene védekezni? Én talán visszafordítanám a fogyasztói elégedettség vizsgálat szempontjából történt egy ilyen jellegű kérdés. Erre konkrétan így direktben nem kérdeztünk rá az ügyfeleinknél, vagy a fogyasztói elégedettségi vizsgálatnál, azonban szekunder módon kinyerhető ez az információ, hogy az ügyfeleik elvárják, hogy az áramszolgáltató ilyen esetekben határozottan lépjen fel, és a határozott fellépésnek az egyik módszer az, hogy az áramot illegálisan használok, netán ellopok ellen is határozottan lépjen fel az áramszolgáltató, és ezért jelentek meg ezek a híradások, illetve ezért állítottunk fel egy olyan ellenőri szervezetet, amely éppen a közeljövőben fogja a munkáját megkezdeni. Krommer úr, én köszönöm szépen a tájékoztatást, és kívánok minél több elégedett fogyasztót. Én köszönöm önöknek is, meg önöknek is a lehetőséget.